napraforgók. Bogyó és Babóca áprilisban elültették a napraforgó magokat, gondosan ápolták, öntözték a kertet, és hamarosan kibújt a földből a palán. Nőttek, növekedtek, bimbót hoztak, és júniusra kinyíltak a szép sárga virágok. Hurrá! Üdvözölte a virágokat a csigafiú és a katicalány. Bogyó észrevett, hogy a virágok egyszer erre, máskor arra néznek. néz babóca, forognak. Vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napraforgónak. A két jó barát elhatározta, hogy minden nap Bogyó házában fognak reggelizni, és babócánál vacsorázni, mert így mindig feléjük mosolyognak majd a virágok. Így ment ez hosszú heteken át. Amikor lement a nap, a napra forgok lehajtották a fejüket, és elaludtak. – Szia, Bogyó, holnap találkozunk! – mondta a kis Katica, és álmosan búcsút intett. Babócát hamar elnyomta az álom. Bogyó is elaludt házikójába, hogy ő is mi hamarabb ágyba bújjon. Másnap reggel kétségbe esett kiáltozás várta fel az erdő lakóit. Jaj, mi történt? Jaj, a napra forgóink! Sírt babóca. Ki tehette? Zokogott bogyó is. Kirágcsálta meg a virágok szárát. Hamarosan ott termett Baltazár a méhecske, Vendel a szarvasbogár, és Pihe a lepkelány is. Szomorúan álltak a lekanyult fejű virágok körül. Pihe friss harmat vízzel lemosta a sebeket, babóca bekötözte a virágok szárát, zs zsenge fűszállal, a napraforgók újra mosolyogtak. A kis barátok tanácskozni kezdtek Baltazár házában. Mit tegyünk? Búslakodott Bogyó. Ört kell állnunk éjjel, én leszek az első, mondta bátran Babóca. A kislány csendben elbújt a bokor mögé, és ébren figyelt. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan egy hörcsög érkezett a virágosba, és rákcsálni kezdte a napraforgók szárát. Ekkor Babóca kiugrott a bokor mögül, és dühösen rákiáltott. – Menj innen! A hörcsög megijedt, és elszaladt. Aznap éjjel nem jött vissza többé. Másnap éjjel Pihe vigyázott a virágokra, következő este Baltazár, utána Vendel. Végül bogyóra került a sor. A csigafiú elbújt a bokor mögé, és türelmesen várt. Várt, várt, de hamarosan elnyomta az álom. Míg arra sem ébredt fel, hogy megérkezett a hörcsög, és alaposan megrágcsálta a virágok szárát. Jaj, elaludtam, nem vigyáztam a virágokra! Sírdogált Bogyó, amikor meglátta reggel a szomorúan kókadozó napraforgókat. forgókat. A többiek odaszaladtak, itt kétségbe se csapták össze a kezüket. Bogyó elaludt, átaludtam, míg a hörcsög megrákcsálta a virágokat. Miért búslakottok? kérdezte tőlük Bagoly doktor. Babóca elmesélte a bagolynak, mi történt a napraforgókkal. Beszéljetek a hörcsöggel, kérjetek meg, hogy ne bántsa a virágokat, tanácsolta a bagoly doktor. Ott alszik a nagy tölgyfa alatt. Megpróbálhatjuk, mondta bátortalanul Pihe. Elindultak a nagy tölgyfa felé. Ott van, ott fekszik a bokorban. Súgta Bogyó a többieknek. A hörcsög hirtelen felébredt. Mind megijedtek egymástól, a hörcsög a bogárkáktól, a bogárkák a hörcsöktől. Ne félj tőlünk, kezdte babóca, csak arra szeretnénk kérni, hogy ne bánsd a napraforgóinkat. forgóinkat. De akkor éhes maradók, mentegetőzött a hörcsög. Majd mi hozunk neked almát és répát, Hol van a házad? kérdezte Bogyó. Nincs háza, válaszolta szomorúan a hörcsög. Nincs házad? ismételte döbbenten Baltazár. Akkor építünk neked! Munkához láttak, fűrészeltek, fúrtak, faragtak, míg el nem készült a kis röngház. A hörcsög boldogan segítkezett. Most pedig hozzunk neked vacsorát! Mondták a hörcsögnek egyszerre. Babóca almát hozott, Bogyó magokat, Pihem mazsolát, Baltazár pittypanglevelet, Vendel pedig répát. Nagyon szép lett a házam, Mondta boldogan a hörcsög, És köszönöm a vacsorát is. A hörcsög többé nem rákcsálta meg a virágokat, A napra forgok egész nyáron vidáman, Mosolyogtak bogyóra, babócára, és barátaikra.